Na szavaztak srácok, itt a Reus, és folytassuk tovább a Rotudamaszkusz sorozatunkat. Kettő AR lesz a mai videóban, ami nem más lesz, mint az FR 556 és a Kiló. Tetszik a videó, vagy szeretnéd, hogy folytassam tovább a sorozatot, akkor ne felejtsd a lájkon és iratkozz föl, a csengőt és a harangot nyom be a feliratkozás gomb mellett. Úgyhogy nézzük az első fegyvert, ami nem más lesz, mint az FR 556. Lehet látni, hogy egy pár hiányzik, de azért még régről ugye megvannak, amikor kifullasztam anno, amikor megjelent. Hát szokásos amúgy ez, hogy attachment nélkül nincs meg, nyilván sose játszottam úgy attachment nélkül, mármint hogy nyilván max az elején, amikor ahogy már elért az ember, akkor már rakott fel egy párat rá. Oké, nézzük is, srácok, általában hasonló questek szoktak ilyen, az egyedül vagyok egy ellenfél ellen? Nem áll. Jók vagyunk, egyből egy. És lelőttem az egy gyereket, és hátba lőttek. Az szép. Közben azért megy a hipfire. Kill így is. Annyira lehetett, ha megdöglik a társunk. Ekkor egy nyeked már. Ez a fegyver. Nagyon durva amúgy. Az igen. De életem elmasználta még ezt a fegyvert Warzone-ba. De ez ilyen brutál lenne? Mondjuk általában a félautomatekkal jó megyek. Itt meg megint egyszerre hármat elpattintottam. Valamire a félautomatával jó megyek. Például a fall, vagy fal, vagy mit tudom én, hogy kell, tudod? AR. Valami az is nagyon ment. Annó. Ez az hipfire. Oké. Okay. Főleg ez most jól lett ez a key streak itt. Hardcore-on, mert hamar meghalhatnak. Azért is hoztuk el. Nagyon köhög! Segítünk rajta, ne szenvedjen. Nem már. Ennek mi baja van? Amúgy mindenki csak ezt az LMG-t húzza, ez hihetetlen. Mert ugye ez most jelent meg. Mármint fogalmam sincs az a videó, mikor kerül ki, de azt tudom, hogy tegnap este jelent meg, vagy ma reggel, itt tudom én. Valahogy most, tudod, és akkor mindenki most ezt akarja fullozni. És retek idékesít, hogy ez hogy olyan hangos, és közben mindenki ezt hiszi. Kettő meg ott állt egy player, és nem akar megmozdulni. Kettő meg azért szétdarálnak két perc alatt, de ott zsibbad kettő. Egy, oké, okay. Jó. Na végre. Jó, az első kör victory. Kettő maradtunk, többiek kiléptek, nem tudom miért amúgy. Azért tripla kill nem volt rossz, nem? Gyerek. Quad. Hát a mérkőzés már megy. És megjöttünk, hello. Itt volt? Valami volt? Hol volt? Amúgy skacok, mindenkinek köszönöm a tippeket. Mara jó fejek vagytok, majd jókat szoktatok írni, hogy vigyek launcher, ezt vigyek, így googoljak, oda menjek, mit tudom, jöhetnek ezek amúgy, királyok vagytok, jók, nagyon. Meg amíg azokat is tök jó olvasni, hogy sokan miattam kezdtétek el, hogy nem volt meg ugyanúgy, mint nekem, nem foglalkoztatok vele, és akkor elkapott a vágy, vagy mit tudom én, és így. A gyönyörű monológba, mikor belepiszkít valaki, azt nem bírom. Tehát... azt megölöm. Ennyi. Én mondtam. Együtt haladunk, vagy nem tudom. Még hogyha nem is azokat csináljátok sorrendben, mint én, de... mekkora átrepült már a karakterem? De amúgy azok jók. De... Elbírom szerinted talán? Nem. Edd meg. Ne, hát nem bírok újra tőt. Itt volt pedig, jelezte. Pedig jelezte a perk. Esküszöm, multib az a fegyver. Kegyetlen.
Már egy kicsit alakítottam a játékot, mert megint olyan, mint a őrjöngenék, és nem akarom, hogy... az így érdekel, hogy ezt visszakiabálok, mint egy fék egyenmű. De komolyan tapasztalatok, van valami Warzone-ban, mert... Itt nagy karaj az egész fegyver. Be van nyomva? Elfejt. Mindegy, most már. Be van nyomva, gyerekek, a voice chat. Sorry. Ennyi. Oké. Okay. Itt van még egy rossz skin. Na. Valaki jöjjön már. Anyádat már, bazd meg! Nem érdekel, húzz innen. Öregem! Kicsit felébaszt agyom. Hát de bazdeg ide is lejött, ez szándékos volt. Ugyan, mint múltkor. A gyerekek akkor múltkor is szándékos volt. És szerintem ki is lépett a gyerek. Nem tudom, hogy németül beszélte vagy nem, de hirtelen nem értettem, mit mondott. Lehet, hogy az volt a zavar, hogy én is itt vagyok is. Pont ugyanazt csinálom, amit ő, de hát nem érdekel. Most én attól még nem öltem volna le, és hát most... Aki hamarabb leül az ellenfélt, azért ki. Most ebben mi van? Hát akkor lépjek ki, azt menjen másikra, nem fog. Az biztos. Hát ezen kiégek, akkor a gyerekek a múltkor is a véletlen volt, amikor leült ez a gyerek. Emlékeztek? A M13-nál. Nem is látta azóta a rózaszkint. Kilépett ez a gyerek. Nem baj. Ez van. Én nem bántottam, az biztos. Hárman maradtunk. Várjál, hárman maradtunk, akkor konkrétan... Ez egy csapat volt, és egyszer kiléphettek. Nem baj, hárman is leverjük őket. Spot jött. Valakit hallottam. Recep. Jöhettek futószalagon. Szerinted mellélök egy méterről? Jó, nem egy méter, de na. Én mindig csak ezt a gyereket ölöm le. Figyeld ezt a két, figyeld ezt a két, figyeld, figyeld ezt a két. Milyen jó lett volna ez a gyerek nincs ott, nem? Ilyen jól nézett volna ki. Ne! Hát mire ezzel lenézek innen, meghalok. Ez ekkorát kapott. Hallottad, mit mondod? Nem szabad ilyeneket mondani, gyerekek. Bírom, amikor így kibújnak. Na, gyors rátekintés itt a dolgokra. 10 per 10 megvan a letámasztott. Akkor kettő kell távolra. Az meg már menni fog, szerintem attacs menni, kis hipfire, igen. Most már ezt szerintem leszedhetjük. Csak távra nem lesz egyszerű. Jó, azért sikerült. Azt hittem, nem lesz egyszerű ölni, így attacs menni. Még egy, azt nem hiszem, még egy kéne. Meg is vagyunk, gyerekek, meg vagyunk. Csak egy róz lehet ezen a pályán, és az én vagyok. Kinyomtam a voice. Nem tudom, mit akartam, úgy. Majdnem megöltem. Nem áll. Vágott, hogy minden körben ezt hallom? LMG. Nem találkoztam logo, vagy kiírták volna, hogy arany. Most akkor mi van? VTF. Arany. Mondjuk srácok, nézzen ki így a fegyver. Mit tudom én, bármit rárukunk valami optikot. Mondjuk egy VLK-t, és így néz ki az FR 5-5 watt aranyban, amiről lemaradtam, ezek szerint, sorry, és nézzük most a kilót. Jó, megint meccs közepem, vagy nem tudom eleje, de kezdek picit már fáradtlen, úgyhogy reflexem lehet, hogy nulla lesz, sorry.
Az egy fegyver nem 3 perc. Legalább egyet öltünk. Kíváncsi leszek, mi lesz az a hold pont, amikor már kiég az agyam. És nem tudok koncentrálni. De azt még csapatjuk, még valamennyire bírjuk. Gyerekek, ugye ez az első ilyen, hogy két fegyver. Na azt nem mondom, hogy két launcher lesz. Tehát az is csoda lenne, hogy egyáltalán egy lenne egy videóban. Kettő az elképzelhetetlen csak abban az esetben, hogyha már nem tudom, semmi nem kéne az egyikhez kb. Tudod? Itt vagy. És baszd meg lelő a társam. Lesz-e baszd meg. Véletlen volt, ne haragudok. Esküszöm, nem direkt volt. Amúgy elhiszed, hogy egyből abba agyar társam. Már kétszer leült. Csak úgy. Mert jól esett neki. Biztos, hogy többet már nem mer leülni. Az garantál. Te jól lett volna meghal. Az írjon egy kommentet. Aki emlékszik erre a videóra, amikor megvettük ezt a skint. És bemutattam nektek, hogy milyen ez a blueprint. És ketten voltak ott, no way. Jó, ez most véletlen volt. A keresztbe, ott kelt fel a karakterem, mindegy. Ilyenek én nem tudok senkit hibáztatni, mert én is van, hogy véletlenül lelövöm őket, érted? De senki nincs ott, és... agyonlő. Nézd meg, bazzak, csak hallod, hogy lő a gyerek? Itt van egy ökör. Semmi tudatosság, csak nyomja a balegeret, vagy a R2-t. Vagy az RT-t, attól függ, milyen kontrollert használsz. Semmi, control player. Aim assist be van nyomva, és csak nyomja a lövőgombot is. Ami kifér a csövön. Gyerekek, ez a kék lézer rohadt jól néz ki, nem? Figyeld! Puk! Lehet támasztott ki. Remélem nem a gyerek lőtt hátba. Én főgyújtom. 38-38, jó sokszor meghaltam. Abba 30-szor a társa mert leeskü. Ez lehet hallani, hogy jössz, Pali. Na most már elmentek a... Ez a játék ma az idegeimben játszik. Csak gyere fő még egyszer, hallod, ott miért rád verek? Beszarsz be, hogy az olyan. Amúgy azt vágod, hogy már a harmadik, negyedik társam leül. Különböző, mert egyszerűen nem bírek el is, hogy ide följök és hamarabb megölöm az ellent, mint ők. És akkor neki nem lesz kije. Kiégek. Ez egy videójáték, baszki. Most ő itt áll mellett és hamarabb leülni, micsoda, főkötném magam, vagy mi? Én nem mondom, hogy ne jöjjön ide, mert jöjjön. Hát, hamarabb megöli. Egészségére, de... Lelőni másikat. Szándékos, mert véletlen... Mit tudom, átfutok keresztbe lőtte, jó. Nem szavar. És leöl, baszd meg. Srácok, már nem kell attachment, mert ugye a kilóhoz kevesebb kellett, mint az FR556-hoz. Azért már... Jó pár órája csinálom, úgyhogy kicsit kiégtem. Ott volt. És akkor akarok újra tölteni, amikor tudom, hogy ott a player. Most a feladat egyáltalán nem fog érdekelni. Nem, mintha eddig érdekelt volna, amikor aranyra húztam a fegyvert, mert... A kamó érdekel. Ott van egy és is leül. Ez kész. Ez is 10-10-10. Attancsment nélküli kell még. És szerintem ennyi is végeztünk. 10-10. Jó.
Itt őrjöngött. Nem is látta, hogy lehohat feküdt a gyerek. Szia, jönnek ezerre, hallod? Az igen. Victory. Ucsó kill. Ez az. Nagy reward. Most már meg lehet a gold skacok ebben a körben. Úgyhogy én már nem látok, én már kiégtem. Kegyetlen. Nem nagyon bírom, úgyhogy nem tudom, mi lesz. Főleg egy... Főleg a legpörgősebb pály, majd fölkelek, mi? Lehet, hogy az egyiket meg is öltem volna amúgy, ha másik nincs ott. Amúgy csak ketten vagyunk az egész team ellen. Mondjuk akkor is megyek, hogy egyedül vagyok. A végsőkig gyerekek harcolok. Hát megdöglök. Be voltam stunnova, nem láttam. Megvan. Megvan! Megvan! Jeeeh! Yeah. Ez az! Hol van a mini reflex? Á, nagyon jól néz ki. Ugye ez a kék, ami kék tracert lő, mert a kék színű töltény. És... azért ilyen a tár most. Na srácok, illetve lányok, ennyi lesz ez a videó. Kiégetős, kész. Tehát ez a kettősz kegyetlen fárasztó. Úgyhogy megvan az FR 556 és a kiló is. Legközelebb találkozunk, még szerintem van 4 darab árunk, én Arausz voltam, jók lehetek, szevasztok!